Üdvözlöm a kedves nézőket! Beszéljünk az elkövetkező pár percben a talajművelésről, hiszen ez egy nagyon aktuális olyan téma, ami szinte mindenkit érint. A talaj egyik legfontosabb tulajdonsága a termőképessége. Ezt a tulajdonságot különböző agrotechnológiai beavatkozásokkal, mi a kitében úgy gondoljuk, tudjuk pozitív irányba változtatni, módosítani. A talajművelés az egy olyan fontos terület, amely gyakorlatilag minden termőgazdaságot érint. De a talajművelés előtt mindenkinek, én úgy gondolom, kell tudni egy nagyon fontos témát, vagy adatot, az a talaj minősége, a művelendő talajának a tulajdonságai. Erre a mai technológiai szint már lehetőséget ad a precíziós gazdálkodás szempontjából, a KITES szaktanácsadó hálózata képes mindenki számára olyan a talaj specifikus információ biztosítására, mely jó alapot biztosít, hogy tudja a talaj fizikai féleségét, szerkezetét, különböző kémiai tulajdonságait. Ennek az adatnak a figyelembevételével vagyunk képesek egy olyan jó, előre megtervezett talajművelési rendszert összerakni, melyel olyan hatékony talajműveléseket tudunk végezni, ami tényleg valóban a talajnak is jó, és a vetendő növényeknek is jó lesz. Itt jelen pillanatban egy olyan speciális tartalomkísérletben vagyunk, amelyet a KITE már több mint 5 éve folytat. Ez az országban két helyszínen van, ez az itteni helyszín, ez egy nádudvari helyszín. Itt négyféle talajművelési rendszerbe vetünk 5 kultúrnövényt vetésforgóban. Ezzel az a célunk, hogy a különböző talajművelési rendszerek hatásait nézzük, vizsgáljuk, különböző talajművelési gépekkel végezzük a műveléseket, és az egyes műveléseknek külön-külön rendszerként fogjuk fel a folyamatát, és az adott alapműveléshez adott vetőgépet, adott másmilyen technológiai elemet fogunk alkalmazni. Mit nézünk itt? Egyrészt a hagyományos rendszert használunk. Ez forgatás alapuló rendszer, ebben az esetben a rendszer sajátosságai alapján mi feketére fogjuk művelni a területünket. Azután 3 különböző forgatás nélkül rendszert vizsgálunk. Melyek ezek? Egyrészt egy redukált rendszer. Ebben az esetben olyan talajművelő gépeket alkalmazunk, melyek forgatóhatással rendelkeznek, és 10-15%-nyi mulcs fedettséget, borítást hagynak a felszínen talajművelés után. Van úgynevezett talajvédő művelési rendszerünk, ebben az esetben kifejezetten arra törekszünk, hogy a művelési eljárásaink után 25-30-35%-nyi mulcsborítottság maradjon. Olyan talajművelőgéppel, egyenes késes talajművelő eszközzel végezzük ilyenkor az alapművelést, melynek megvan az a képesség, hogy ennyi szálmaradványt a felszínen hagy. Ezek mellett viszont használunk különböző más eljárásokat ebben a területben, talajtakaró növényeket például, melyeknek tovább egyéb hasznai vannak, úgymond talajműveli funkciót is végeznek. És a legutoljára pedig egy biológiai művelési rendszert használunk, abban az esetben olyan precíziós műveléseket alkalmazunk már, amikor talajt művelünk, akkor csak bizony sávokat, azok a sávokat műveljük majd, ahol a leendő növényi kultúra lesz. Illetve ehhez a technológiához különböző olyan plusz elemeket használunk, melyek elengedhetetlenek a rendszer használata során. Milyen eredményeket tapasztalunk 5 év után? Érdekes. Egyrészt a talaj fizikai szerkezete, állapota változik. Ez azt jelenti, hogy a porozitása jobb lesz, a gyökerek általi átjátósága, a kultúrnövények gyökerek általi átjátósága jobb lesz. Ez a növények fejlődésének jobb, egészségesebb mi voltába fog megvalósulni, megjelenni. Minél jobban megyünk a biológia irányba, a forgatáshoz képes, annál jobban érezzük ezt a hatást. Másrészt a talaj biológiai aktivitása is változik pozitív irányban. Több lesz a gilisztaszám, több lesz az hasznos élő szervezet azon területen, ahol haladóbb módon műveljük a talajunkat. Ha nézzünk egy olyan aspektust, hogy milyen az üzemeltetési kérdés, abban az esetben is változásokat és különbségeket tapasztalunk a különböző művelési rendszerek között. Ebben a szempontban minél jobban megyünk a kevésbé forgatásos irányba, minél jobban megyünk a biológiai irányba, akár le tudjuk felezni a felhasznált üzemanyagköltséget a táblának azon a részén a szántotthoz képest, vagy a menetszámot tudjuk csökkenteni, hiszen egyre jobban, precíziósan a műveleteket összevonva végezzük a feladatainkat. Tehát
Vannak lehetőségek, vannak alternatívák. A KITE igyekszik mind gépoldalon, mind technológia oldalon ehhez önöknek segítséget nyújtani. Fognak látni különböző talajművelő eszközöket, ezekkel meg tudjuk valósítani azokat a célokat, amiket én itt önöknek elmondtam, és hatékonyan, eredményesen tudunk jó termés mellett jó talajt, valódi termőképességű jó talajt kialakítani és elkészíteni. Ha több ilyen hasznos információ van szükségük, akkor kiemkeresik a KITE szaktanácsadóit, vagy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, illetve Facebook felületünkre.